Köszöntöm a kedves nézőket a Lélek és Élet című beszélgetés sorozatunknak a harmadik részén, illetve köszöntöm a megjelenteket, hiszen ez az első adásunk, ami élő közönség előtt zajlik. Az első részben kb. 2 hónappal ezelőtt Gróf Széchenyi Istvánról beszélgettünk, kb. 1 hónappal ezelőtt Horthy Miklós kormányzóról, a mai témánk pedig Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, a leghíresebb magyar orvos. És ez a sorozat, mint biztos tudják, egy pszichobiográf sorozat, így neveztük el. Ennek az a lényege, hogy egy történelmi formáló személyiséget, úgynevezett, hát most Semmelweis kapcsán elmondhatom azt, hogy boncasztalra teszünk, és a személyiséget próbáljuk egy orvos és egy pszichológus segítségével megvizsgálni életrajzi adatok alapján. Kérem, maradjanak velünk a következő 40 percben, vendégem pedig, ahogy szokott, Halmerinda pszichológus. Köszönöm, hogy eljöttél. Jó napot kívánok, szervusztok! És dr. Demeter Attila szülész, nőgyógyász, onkológus, a Szent Imre Kórház főorvosa. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm szépen, és a meghívást, mindenkit üdvözlök. És talán az utolsó kérdésemmel kezdeném, ez lenne aktuális egy adás végén, de mégis meg kell kérdeznem, hiszen Melindának van egy egyéves gyermeke talán, tehát a szülés az még elég közeli élmény, és egy szülész nőgyógyásztól pedig ugye Semmelweis kapcsán, hogy kérdezzem meg, hogy az ő szerepe a te, illetve az ön életébe, micsoda a Semmelweis Ignácnak a munkásságnak a jelentősége, akár személyes, szubjektív oldalról. Én teljes mértékben azt mondhatom, hogy a biztonság. Tehát az, hogy megbízunk abban, hogy a kórházakban megfelelő ellátást fogunk kapni, hogy a gyermekünk és hát ugye mi is egészségesen fogunk innen távozni, annak azt gondolom, hogy az alapjainak az egyik nagyon fontos lefektetője, Semmelweis Ignác. Nekem a saját szubjektív élményem az, hogy én Debrecenbe végeztem a Orvos Egyetemet, és végzés után annak idején a Semmelweis klinikájára kerültem, és ez a Baross utcai szülészeti klinikának nevezett intézet. Ez nem azon a helyen van, ahol Semmelweis Ignác dolgozott, mert ott már nem klinika van, de annak a jogutóda, és ezen a klinikán hát naponta szembesültünk, hát tulajdonképpen egy napi biblia volt az ő élete, és rengeteget lehetett hallani, és hát találkozni az ő alakjával, az ő gondolataival. És hát az egész, én 18 évet töltöttem ezen a klinikán, és hát nagyon-nagyon sok emlékem van vele kapcsolatban. A következő beszélgetésben nyilván kiderül, hogy ez egy drámai sors, mind szakmailag, mind magánéletében, és ez az adás végére, talán beszélgetésünk végére mindenki számára összeáll, pedig nem ez a képünk róla, egy sikeres orvosnak a képe ugrik be nagyon sokaknak, de talán kezdjük az elejéről. Ugye itt van egy fiatal ember Bécsben, illetve Budapesten, a bölcsészkaron 2 évet elvégez, a szülei nyomására jogi karra jelentkezik, fel is veszik, elkezdi a tanulását, és utána valamilyen élmény hatására átvált az orvosi karra. Azt olvassuk, hogy egy barát egy boncolásra hívta meg, kérem doktor, erősítse meg, hogy ez volt-e az az élmény, ez a boncolási élmény egy 20 éves fiatal számára, amely megváltoztatta a karrier szándékait. Ez így volt, ő egyébként egy olyan korban élt, amikor a szülők, főleg az apáknak a szerepe a fiúknak a pályaválasztásában az elég fontos volt, és az ő édesapja őt hadbírónak szánta, az édesapja egy fűszerkereskedő volt, és ő nem is ellenkezett, hanem valóban elkezdte a jogi tanulmányokat. Egyébként nagyon érdekes, hogy az egész élete az Bécs és, akkor még nem volt Budapest, Bécs és Pest között, nem csak az élete, a halála is Bécs és Pest között zajlott, és elkezdte a jogi tanulmányokat, és valóban az egyik legjobb barátja Markusovszky Lajos volt, aki szintén egy híres orvos lett később, és ő vele részt vett egy boncoláson. Akkor a boncoláson bárki részt vehetett abban a korban, aki hajlandó volt fizetni ezért, és ennek az élménynek a hatására döntött ő úgy, hogy nem a jogi pályát, hanem a édesapjának hát az elképzelésével szemben az orvosi pályát fogja választani. 1800-as években ez úgy olyan volt, mint egy színház, tehát hogy volt egy igazi holttest, és akkor aki érdeklődő, illetve az orvostan hallgatók körbeülték a boncmestert, és mint egy színházszerűen végignézték az előadást, hogy működött? Hát egy ilyen tantermet kell képzelni, egy ilyen kisebb tantermet, ahol a tanterem alján volt a maga a boncolás, és körülötte ültek a hallgatók, és úgy történt az oktatás. Melinda pszichológus szemmel hogyan néz ki ez a történet? Ugye már Széchenyi István és Horthy Miklós kapcsán pont ezt beszéltük meg, hogy hogyan lehet egy drasztikus váltással, egy karrierben, egy sorsban változásokat hozni. Hogy néz ki ez a te szemszögedből, Semmelweis életében? Először is, ahol most tartunk, én ott azt emelném ki legfőképpen, hogy a családi szerep. Tehát, hogy azért az apáknak a szerepe az ebben a korban
azt kell, hogy mondjam, hogy még inkább karakteres, mint mondjuk a mai korban, és azt látni kell, hogy ez erre nem tudjuk azt mondani, hogy ez feltétlenül rossz vagy jó, hanem ez egyszerűen egy hagyomány, egy kulturális beágyazódás, hogy a szülő merre felé kívánja terelni a gyermekét. Nyilván itt a családi háttér, a származás minden befolyásoló tényező lehet. És ebben az esetben is ezt láttuk, mind a mellett, hogy Semmelweis Ignác 10 gyermek közül az egyik. Tehát azért ez is egy, azt gondolom, nagyon befolyásoló tényező abban, hogy merre felé tudnak a gyerekek érvényesülni, később felnőttként. Úgyhogy azért egy karakteres szülői hátteret látunk, mindemellett látjuk azt a szabad döntést, hogy úgy tűnik, hogy azért túl nagy gátakban nem ütközött az, hogy ő váltson egy karriert, mindemellett, hogy talán azért konfliktusokkal teli volt ez az időszak. Végül úgy tűnik, hogy beigazolódtak ezek a törekvések. Tehát a szülészetnél lyukadt ki. Olvasom, hogy belgyógyász akart lenni, illetve sebész. Sebész lett végül, sőt ez a kettő orvosi terület összefonódik a sorsában, a karrierjében, és ez nagyon helyesen így történt, hiszen így tudott talán nagyot alkotni. De azt talán, doktor úr, hogyha elmondanám, ugye 2021-et írunk, de hogy nézett ki mondjuk 1830 valamennyiben, amikor ő az egyetemre járt, vagy 40-es évek elején, a szülészet egy milyen cipőben járt akkor az orvostudomány, egy szülésznek milyen problémákkal kellett csak dióhéjben szembesülni? Hát Magyarországon még nagyon kevés helyen volt önálló szülészeti osztály. A szülészet az a sebészetnek volt a része. Ő egyébként a tanulmányait döntően Bécsben folytatta, Bécsben kezdte, aztán Pesten folytatta és visszatért Bécsbe, és ő valóban belgyógyász akart lenni. Azt érdemes tudni, hogy ebben az időben Bécs, ahogy ma is, egy Európának egyik szellemi központja volt, és ekkor a legnagyobb bécsi orvosprofesszorok érdekes módon cseh származásúak voltak, és a közülük is az egyik leghíresebb, akinek a klinikájára szemüvegbe akart kerülni, őt úgy hívták, hogy Skoda. Az ő testvére alapította egyébként a mai napig is létező, és hát elég jól működő Skoda autógyárat. Ő egy belgyógyász professzor volt, és az ő klinikájára szeretett volna bekerülni, és egyébként ő volt egyik az elsőknek az egész világon, aki a orvosok közül a statisztikai módszereket nagyon előtérbe helyezte és alkalmazta, és ennek óriási szerepe volt Semmelweisnek ugye a kutatásaiban is, hogy az ő előadásait hallgatta, de az ő klinikájára nem tudott bekerülni. Önálló szülészet ebben az időben Magyarországon nagyon kevés helyen volt. A bécsi, ahova ő végül is bekerült a pályája után, ez akkor Európának a legnagyobb kórháza volt, ez a Allgemeines Krankenhaus, ez a mai napig is az AKH, ma Európának az ötödik legnagyobb kórháza, Bécsnek az egyik óriás kórháza. Tehát ebben az időben azt lehet mondani, hogy a szülészet még úgy bontogatta a szárnyait, a császármetszés egy életveszélyes műtét volt, ebbe általában belehaltak altatásról, és még nagyon kevés információ volt, és különböző iskolák voltak Európában is, voltak olyan intézetek, ahol nagyon magas volt a fogóműtétek aránya, voltak olyan intézetek, ahol viszont semmiképpen nem próbáltak beavatkozni. Szóval minden esetre akkor még nagyon gyerekcipőbe járt a szülészet. Magyarországon nagyon kevés helyen volt önálló szülészet, a egyetemen volt csak. Tehát 1847 a tavasza a fordulópont a történetünkben, amikor Semmelweis Ignácnak egy barátja gyermekágyi lázban, tehát egy fertőzés következtében, egy boncolás során következő baleset következtében elhunyt, és akkor a főhősünk, hát talán 30 éves lehetett, ugye jól számomra 30 éves volt, tehát egy kvázi pályakezdő orvosként rájön arra, hogy összefüggés van a nők, az anyák gyermekágyi halála és a barátjának a fertőzések között. Először talán a pszichológust kérdezném, hogy ami innentől kezdődik az ő életében, ez olyan, mint egy buldog ráharap egy gumicsontra és nem tudja elengedni, jól tette, de mégis a személyiségéből nagyon egy érdekes vetület bontakozik itt ki, hogy egy orvos gyakorlatilag meglát egy reflektorfényben, egy sötét szobában egy olyan területet, ami még talán soha senki nem látott meg, és ezt iszonyú eltökeltséggel az évtizedek során behajtja, még akkor is, hogy élete végéig ezt nem ismerik el. Mit mutat ez a személyiségben? Egy pillanatra visszatérnék arra, hogy Bécs, Pest, Bécs, sokféle, azért mondhatjuk, hogy kudarc, vagy inkább valamiféle korlátozottság élmény lehetett az ő életében, és ez már fiatal korától kezdve valahogy egy ilyen sorozatot képez az ő életében, és hát majd a későbbiekben vezet egy óriási
elutasítottsághoz, ami nyilván nem az érdemeinek tartalmára vonatkozik. De hogy itt említeném meg, hogy a személyiségét, hogyha elemezzük, akkor egy alapdimenzió érkezik meg, mégpedig egy kicsit egy ilyen impulzívabb személyiségről beszélünk. Amikor valaki Semmelweisről hall, akkor ez nem nagyon szokott felmerülni benne ez a személyiségdimenzió, pedig szerintem ez egy nagyon fontos karakterisztika az ő egész pályája során. Ez az impulzivitás, ez a korai életében is, és később is társul egy nagyon magas kitartással, azért látjuk, hogy meg tud küzdeni a stresszel tökéletesen, sőt, egy nagyon makacs kitartást látunk, és akár egy, hát a tudósokra, feltalálókra jellemző, egy picit talán elvontabb gondolkodást, ami pedig azt jelenti, hogy szinte kizárja a külső környezeti tényezőket, és ő teljes mértékben a munkájának képes élni. És ehhez nagyon érdekes szerintem, hogy tartozik ez a bizonyos impulzivitás, mert több olyan személy is beszámol róla, aki akár levelekben említi ezeket a bizonyos, hát kicsit ilyen dükkitöréshez hasonló dolgokat, de mégis egyfajta kontroll alatt, tehát ne úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen dühöngésben öltestek, hanem sokkal inkább úgy nevezik akkoriban, hogy a szenvedélynek a megnyilvánulása, és annak egy igen erőteljes megnyilvánulását látjuk. De ő csodabogár volt, nem a maga módján, tehát nem tudom, hogy voltak-e barátai például, nem nagyon derül ki a felmaradt iratokból, hogy milyen életet élt, ugye 40 évesen, 39 évesen házasodott meg, azt tudjuk, de amit így összeolvas az ember, ami először szembe jön vele az interneten, abból egy olyan személyiség kerekedik ki, aki a laboratóriumban bezárkózva a tudománynak él, és nem olyan lehet látni, hogy egyébként mi motiválta még azon kívül, hogy észrevett valami nagyon fontos dolgot, és ezt leírta később, és ezt behajtotta a munkatársai. Hát ami érdekes nála, hogy egyetemi évei alatt kifejezetten egy életvidám, egy vidám karakter volt, akinek sok barátja volt, és hát ugye azt lehet mondani, hogy ő nem volt éltanuló az egyetem alatt, és utána teljesen megváltozott a személyisége. Amit talán érdemes tudni, meg ami talán nincs annyira, vagy nem annyira köztudott, hogy amikor ő elkezdett dolgozni abban az időben a kórházi szüléseknél, a nőknek az 5-10%-a meghalt, aki kórházban szültek. Kórházban általában az alsóbb osztályokból szültek a nők érdekes módon, és az otthon szüléseknél, ugye a felsőbb osztályokból származó nők, az ő szüléseiknél viszont ott ez nem volt megfigyelhető. Ugye ott bábák voltak. És amit Semmelweis, amivel szembesült, amikor elkezdett dolgozni, 29 évesen kezdett el dolgozni ebbe az óriás kórházba, ő azzal szembesült, hogy napi szinten minden nap kétszer-háromszor vagy többször hívják a papot. Fiatal, egészséges nők bekerültek a kórházba, szültek, és 5-10%-uk meghalt. Ugye abban az időben a nők azért több gyereket szültek, mint manapság, és ez azt jelenti, hogy nem 5-10% eséllyel néztek szembe halállal, hiszen több gyereket szültek a kórházban szültek, hanem többszörösével. Tehát egészen eltolódott a férfiak nők közötti arány ennek következtében, és ő ezt nem tudta elfogadni. Ezt a kor egyébként nagyon érdekes, mert a kor ezt egyfajta ilyen végzetnek tekintette. A saját főnöke, akivel ugye hatalmas konfliktusa volt, a Klein professzor, ő például azzal próbált védekezni, hogy behúzatta a függönyeket a kórtermekbe, mert ők úgy gondolták, hogy a levegőben van valamiféle furcsa anyag. Szóval ez volt az, amit ő nem tudott elviselni, és ami talán szintén kevésbé köztudott, hogy ő hihetetlen aprólékos munkával és szorgalommal ő azt csinálta, hogy áttekintette a két szülészeti klinikának a korlapjait kb. 60 évre visszamenőleg. 1846-ban került a klinikára, és 1793-ig 38 ezer korlapot nézett át egy év alatt. 38 ezer korlapot, és amire ő rájött egyébként, az nagyon érdekes, az volt, hogy volt egy év, 1823, tehát az ő születése után 5 évvel, az ő bécsi klinikán való pályakezdése előtt 24 évvel, amikor ketté vált a trend a két női klinika, a két szülészeti klinika halálozásában, és ez az évszám érdekes módon az volt, amikor a főnöke hivatalba lépett. És itt kezdődtek, ugye az volt egy nagyon nagy progresszív újítás volt akkor, hogy ő elrendelt a Klein professzor újításként, hogy az egyik klinikán, az egyik szülészeti klinikán ott a orvosok és az orvostalgatók boncolják fel a meghalt betegeiket. A másik klinikán viszont a bábákat
képezték, és ott lényegesen kisebb volt a halálozás. Tehát ő ezt, tehát az ő felfedezése az nem a véletlen volt, mint a nagy orvos tudományi felfedezések nagy része, akár gondoljunk a röntgen sugára, akár a penicillinre, hanem ez egy gondolkodásnak az eredménye, és egy gondolkodás követő tudatos statisztikai munka és hihetetlen szorgalommal feldolgozott vizsgálatnak az eredménye volt. És hát amikor... Az az érdekes, hogy itt a statisztikával indult ki egy olyan ember, aki egyébként orvos volt, de a kortudománya nem állt azon a szinten, hogy a baktérium laboratóriumi kimutatásából tudta volna igazolni a felfedezését. Ez gyakorlatilag még jobban megemeli. Hát a kortudományában még a statisztikát sem alkalmazták ebbe az időbe, tehát ez Bécshez kötődik egyébként, a Skoda professzorhoz kötődik, és az, hogy az ő előadásait látogatta és ismerte, ez segített neki ebben. És mi csak annyit, amit itt talán érdekesség lehet, hogy itt el lehet képzelni, hogy amikor ő szembesítette az eredményeit a főnökével, aki azzal szembesült, hogy a szemüvegével tulajdonképpen azt állítja, hogy itt az orvosi tevékenységnek óriási szerepe van abban, hogy rengeteg szülőnő meghal, konkrétan amit ő elrendelt, tehát több ezer szülőnőnek a halálában szerepet játszik, hát nyilván innentől kezdve a viszonyuk az nem volt felhőtlen. Egyébként azt honnan vette, hogy a klórban való, vagy a klóros vízzel való kézmosás tudja fertőtleníteni a kezet, hogyha nem volt ilyen bakteriológiai vizsgálat, akkor ezt ő honnan szedte, vagy milyen könyv ismereteiből szedhette, pont ez lesz a megoldás arra, hogy tényleg nem terjed tovább a fertőzés. Ugye ez úgy történt, hogy az első lépés az volt, hogy ő felismerte, hogy az orvosi tevékenysége van összefüggésben, valószínűleg a boncolással, és utána valóban az volt a döntő lökés, amikor egy barátja, egy törvényszéki tanár annak az ujját megvágták egy boncolás közben, és ugyanolyan tünetek között halt meg, mint a nők, akiket megvizsgáltak a boncteremben jött orvosok, és innen nyilvánvalóvá vált számára, hogy ez nem egy női betegség, ez nem egy szülészettel összefüggő betegség, hanem ma azt mondanánk, hogy vérmérgezés. És amikor erre rájött, és utána elkezdett gondolkozni, hogy mit lehetne tenni, akkor ő tanácsot kért a Skoda professzortól, és akkor egyik legjobb vegyésze, aki tanácsolta neki, hogy mit lehetne kipróbálni az ilyen tulajdonképpen fertőtlenítéssel kapcsolatban, és így jutott el a klóros mézhez. Hogyha esetleg valamit hozzá. Igen, mindenképpen egyrészt kitérnék arra, hogy egy olyan embert, akinek alapvetően nem lenne szorongása, vagy nem lenne a neuroticitás valamilyen magasabb fokán, nem igazán tudna megérinteni az a tényszerűség, hogy bár nem tudott róla, mégis ott van a nők halálának a kérdéskörében. Tehát itt azért nyilván egy nagyon-nagyon közvetett hibáról vagy okozásról van szó, de mégis azért azt látom én ebben az önéletrajzban, hogy nagyon nagy mértékű az a lelkiismeret furdalás és az a bűntudat, ami abból fakad, hogy hány ezer nő szült korábban, akár nála, akár ugye az orvos kollégáknál. És azért ez arra utal, hogy azért a szorongás az ott van, és mint tudjuk, a szorongás az bizonyos mértékig egy adaptív mechanizmus, hiszen a megküzdésre sarkal. Ez mozgósítja a szervezetünket. Tehát én azt gondolom, hogy ő egy nagyon jó megküzdő, a szorongás nagyon jól képes azért a teljesítmény irányába fordítani, de azért egy idő után a sok-sok elutasítás, kudarc, még több stressz, nyilván magánéleti problémák is akár, odáig fajulnak, hogy ezzel már nem lehet egy idő után megküzdeni, és én azt gondolom, hogy nyilván ez már az élete vége felé, de hogy nagy mértékben az állapot romlásához majd hozzájárul ez a pszichés teher. Erről még beszélnék, mert ez nagyon fontos, hogy hol következik be az a pillanat, amikor a általad felvázott személyiség átcsúszik egy olyanba, vagy a testi fertőzéses dolgok következtében, vagy lelki okok miatt, hogy a stressz már kevésbé tudja kezelni, sőt egy idegi romlás következik be az utolsó éveiben. De még mielőtt erről beszélnénk, említetted, hogy esetleg magánéleti okok, és én pedig említettem, hogy nem látjuk, hogy álltak-e mellette barátok, olyan kollégák, akik támogatták a szakmai kutatását. Nagyon úgy tűnik, hogy egy magányos farkas volt, akit a szakma egészen élete végéig nem ismerte, vagy nem ismerték el azokat a tetteket, amit végrehajtott. Doktor úrtól azért kérdezném, hogy itt van egy házasság, egy 39 éves korában, egy 18 éves hölgyet, Máriát elvette feleségül, 5 gyerek, nagyon rövid idő alatt, hiszen a házasság kötése után azt hiszem 8 évvel már el is hunyt. Hogy a feleségén kívül ismer-e az életrajzában adatot, hogy
a feleségén kívül családján, szülején, akik elköltöztek nyilván még az életébe, állt-e mellette valaki? Voltak barátai, tehát gyerekkori barátja volt Markusovszky Lajos, és a másik személy, akit ki lehet emelni, aki szakmában, aki tulajdonképpen orvos volt, ő Balassa János, ő egy nagy sebész volt. És visszatérve a néhány egy korábbi kérdésre, hogy volt-e önálló, mennyire volt önálló a szülészet, amikor ő Bécset kénytelen volt elhagyni, mert nem talált munkát, egyébként kétszer távolították el erről a klinikáról, a bécsi klinikáról, ez is talán kevésbé közismert róla, és amikor ő hazajött, akkor 1850-ben, akkor volt 32 éves, akkor őt kinevezték a Rókus Kórháznak a szülészetének a vezetőjének, ami egy olyan szülészet volt, ami korábban nem létezett, mert ez egy hatalmas kórház volt, a Rókus Kórház egy 675 ágyas kórház volt, és itt a sebészet látták el a szülészeti eseteket, a sebészek vezették a szülőseket, és ekkor 1850-ben hoztak létre egy 35 ágyas szülészeti osztályt. Hát nyilván itt is volt egy konfliktus kezdetben, mert a sebészek nyilvánvalóan ezt azért nem, ez mai napig így van, hogy nem nézik jó szemmel, hogyha az ő területekre próbálnak azért más orvosi területekről hát rátérni a kezüket. Aztán ez a viszony később egyébként rendeződött, és még annyiban térnék egyébként vissza, hogy Bécsben is, amikor elkezdett dolgozni, és amikor már rájött 1847-ben tulajdonképpen a felfedezésére, akkor is belekerült egy konfliktusba akaratán kívül, mert a bécsi egyetemen ebben az időben volt egy hatalmas ellentét a progresszív, ahogy mondtam, ezek cseh származású professzorok voltak, a Skoda volt a belgyógyászat professzora, Rokitanszky volt a patológiának a professzora, Hebrának hívták a bőrgyászat professzorát, ők progresszív fiatal professzorok voltak. Ők látták egyébként, ők felismerték Semmelweisnek ezt a felfedezését, és látták, hogy ennek nagy jelentősége lehet, de volt egy régi, idősebb, konzervatívabb, meg csontosodott professzori kar, és ide tartozott az ő főnöke is, Klein professzor. Tehát itt is volt egy ellentét, ahol ő bele sodródott, mert ők küzdöttek egymással. Tehát több dolog vezetett oda, hogy el kellett hagyni Bécset. Magyarországon egyébként, tehát ő nem volt azért teljesen magányos, neki voltak barátai, főleg az orvosi társadalomban, voltak támogatói, és hát a családjában is egy nagy családja volt tulajdonképpen, amit talán itt érdemes elmondani, szintén nem közismert, hogy tehát a felesége nem ismerte fel az ő nagyságát, és azért a feleségének azért szerepe volt sajnos az élete végén is, a halálában is, tehát... Nem, mint a Döblingbe kerülésében, vagy a állapotának a romlásában is esetleg. Igen, mind a kettőben sajnos. És, az utóbbi az miként? Erről mit tud? Ugye ez nagyon érdekes, hogy nagyon sokáig nem volt meg az ő boncolási jegyzőkönyve, azt, amikor egy szülészprofesszor volt a rektor, akkor még nem Semmelweis Egyetemnek hívták, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, őt Zoltán Imrének hívták, ez a 60-as évek végén volt, azt hiszem 67-től 73-ig, akkor ő kezdeményezte, hogy róla nevezzék el a Budapesti Orvos Egyetemet, és ő az akkori bécsi polgármesternek írt egy levelet, hogy szeretnék megtekinteni az ő halálának a halálával kapcsolatos dokumentumokat, és azt a választ kapták, hogy ezek megsemmisültek, eltűntek, de ez nem így volt. Ezek megvoltak, és ezek később kerültek elő a 80-as évekbe, és tehát ezekből pontosan lehet tudni rekonstruálni azt, hogy mi történt vele. És hát ez egy elég szomorú történet. Na, erről beszéljünk akkor, mert ez egy drámai fordulat itt. De hogyha kicsit visszamegyünk az időben, itt van egy 1860-as dátum, amikor megjelenik magyarul és németül. Németül írta, és utána magyarul is talán kiadták. Összefoglalta azokat a korismérveleket, illetve azt a felfedezést, amit tett a barátai nyomására. Tehát maradt egy mű utána, ami megkérdőjelezhetetlen. De ebben, pont ebben az évben indul el az a folyamat, sokak szerint, ami már az idegrendszeri romlására utal. És akkor itt hagyj térjek akkor arra ki, hogy a csúcsponton mi az a történet, hogy hát ha jó számol, amit 42-43 éves ebben az időben, hogy hát ezért az egy középkorú ember, semmiképpen nem egy idős ember, tehát egy pálya állt még előtte. Megkérdezem akkor mindkettőjüktől, Melindától és öntől is, hogy lelki, vagy esetleg az a fizikai ok volt a romlásának az oka, hogy állítólag ő is egy boncolási balesetben, egy ilyen szifiliszes megbetegedésben egy agy érelmeszesedéses tüneteket produkált, ami visszafordíthatatlan volt. Tehát lelki, vagy inkább testi probléma volt ez. Akkor most kezdem én. Nyilván én a lelki részét tudom elmondani, és biztos vagyok benne, hogy ez ki fog egészülni. Amit
Amit én látok ebben, hogy amellett, hogy ott van az impulzivitás, ott van a szorongás, ott van egy nagyon mély morális, feltehetően vallási háttér, ugye egy ilyen családból is érkezik ő, és ilyen tanulmányokat is folytat, ebből tudjuk, hogy egy keresztény-katolikus családból származik. Tehát ott van az a morális kételj, ott van folyamatosan az a bűntudat, ami nyilván a praxissal jár, és emellett kell megküzdeni azzal a stigmatizációval, amit ő éri, ami őt ér. És ez azt gondolom, hogy tartósan biztos vagyok benne, hogy a lelki tényezőkre nagyon nagy hatással van, és azért ma már tudjuk, nyilván abban az időben ezt a pszichológia gyakorlatilag nem is létezett, úgyhogy nem is tudhattuk volna, de ma már tudjuk, hogy azért a pszichoneuroimmunitás az egy nagyon komoly védőfaktor, hogyha a megfelelő pozitív tényezők társulnak ehhez. Akit viszont folyamatosan elutasítás, akár erőszak ér, ugye ilyen szempontból, most itt nem feltétlenül az élete végén történő fizikai erőszakra gondolunk, hanem arra az elutasításra, és arra a kudarcélményekre, és azokra a megbélyegzésekre, amit az egész családja egyébként elszenved, azt gondolom, hogy ez nagy mértékben hozzájárulhat a pszichés állapot romlásához, még akkor is, hogyha mellette vannak fizikai és organikus eredetű problémák, de hogyha az egész képet akarjuk látni, akkor azt gondolom, hogy ehhez a gyors lefolyáshoz, ehhez a drasztikus romláshoz talán nagy mértékben hozzájárult ez is. Mielőtt válaszolnék a kérdésre, csak annyit még itt bevezett az elején a válaszomban, hogy tehát az ő felfedezése az nem csak mi magyarok gondoljuk azt, hogy egy hatalmas felfedezés volt, és van egy olyan közhiedelem is talán, ami egy kicsit téves, hogy ő semmilyen hatást nem gyakorolt a korára. Ez nem így van egyébként, mert nagyon kevesen fogadták el az kétségtelen, amit ő mondott, de például volt egy olyan nagyon híres német szülősz, kortárs szülősz professzor, Michaelisnek hívták, aki elküldte őt, elküldte az egyik fiatal tanársegédjét az ő előadásaira Bécsbe még 47-ben, ahol még akkor 29 éves volt Semmelweis, és ő elmondta a főnökének, megírta, hogy mit hallott, és ezen ő Kielbe dolgozott, Kielbe be is vezették a Semmelweisnek a javaslatait, és ott is hihetetlenül lecsökkent a halálozás, és ez a Michaelis nevű professzor például, aki egy nagyon híres szülész professzor volt, ő megértette, hogy ő is milyen szerepet játszott gondatlanul nagyon sok szülőnőnek a halálában, közötte egy nagyon közeli rokonának, és ő például egy vonat elé vetette magát 1849-ben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem hatott a korára, de visszatérve a kérdésre egyébként, amit ez nagyon érdekes, mert nagyon sokáig úgy gondolták, kb. 100 éven keresztül, hogy neki valóban ez a szifilisz nevű, ugye ez egy nemi betegségnek az idegrendszeri szövődmény, a neuroszifilis, ez a paralízis progresszíva nevű betegség alakult ki nála, és ennek a következménye volt ezek a pszichiátriai viselkedésbeli zavarok, de ma már egyébként az amerikai orvostörténészek azt gondolják, hogy nem szifilisze volt, és nem vágta meg magát, és nem ez volt az oka az ő mentális hanyatlásának, hanem az akkor még nem ismert Alzheimer-kor lehetett, ezt feltételezik, hogy ez állt a háttérben, hiszen ő 47 éves volt, amikor meghalt, és valóban ez már néhány évben halál előtt is elindul, de az utolsó évben, az utolsó néhány hónapban volt ez rendkívül feltűnő a környezete számára is. Beszéljünk akkor még arról, amire Melinda utalt, hogy az utolsó napjaiban fizikai erőszak érte. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy van egy, hát nem is nevezném városi legendának, mert ez egy kicsit több, ennek bizonyítékai vannak, hogy amikor a felesége kérésére beutalja talán Balassa doktor a döblingi ideggyógyászati klinikára, akkor rá két hétre következik be a haláleset. És törött végtagokat rekonstruáltak később, azt hiszem 100 évvel később is van egy radiológiai vizsgálat a csontokkal. Ezt kérem erősítse meg, hogy ez alapján akkor az a három feltevés, egyik a szifiliszes, megvágtam magam, és utána egy idegi folyamat elindul. Van egy veréses verzió, hogy az Alzheimerben szenvedő orvos nem bírták tolerálni az őrző és az agresszív viselkedését, brutálisan megverték. És van egy harmadik, ez pedig egy csontvelőgyulladás, belerdő szepszis, amit
láttam az interneten egy orvosi verzióban. Kérem, akkor itt rakjunk rendet, hogy itt akkor mi a vélhető oka. Hát amit lehet rekonstruálni, az történt, hogy valóban megterhelő volt a saját családja és a munkatársai számára is, és Pest akkor még nem volt Budapest, Pest volt, Pest egy viszonylag kisváros volt, elhatározták, hogy elküldik őt pihenni. Elmegy gyógyintézetbe, de ezt nem Magyarországon, nem Pesten, hanem Ausztriába. És hát ezt nem mondták meg neki, hanem az volt a fedő sztori, szabad így fogalmazni, hogy egy régi, nagyon jó barátja, Hebra nevű bécsi bőrgyógyász professzornak van egy új klinikája, az ő gyereke egy szeművel segítette a világra, ők nagyon jóban voltak, és hogy őt meglátogatják, és az ő klinikáját, és felültek a vonatra, tehát szemüvész, aki akkor 47 éves volt, az egy éves lányával, feleségével, aki tudta azt, hogy hát nem klinika látogatásra, hanem máshova mennek, és egy tanársegédjével. És akkor megérkeztek Bécsbe, akkor nem erre a bőrklinikára mentek, hanem egy elmegyógyintézetbe, ahol ő lepihent, és amikor ugye felébredt, akkor realizálta, hogy ez nem egészen az, ahova őt, amit neki mondtak, és akkor hát egy ulakodás alakult ki, és ott úgy tudjuk, hogy először két ápoló próbálta megfegyelmezni, utána viszont hatan, és tulajdonképpen hát nagyon kemény verést kapott, megvan a boncolási jegyzőkönyv, tehát sorozatból odatörése volt, és ami nagyon-nagyon szomorú az, hogy ezután még él 13 napot, kényszerzúmonyba kötötték, és 13 napon keresztül hát ő szenvedett, és ezután halt meg. Egyébként ezek az adatok honnan vannak meg, mert nyilván nem a boncolási jegyzőkönyv, a két, illetve a hat segédnek a részét. Ez egy orvostörténész, egy magyar származású, aki Németországban élt, egy szexológus volt egyébként, és ő nyugdíjba menetele után Magyarországon a 80-as években megkereste, ugye Antal József vezette az első, 90 utáni első magyar miniszterelnök a orvostörténeti múzeumot, és őt megkereste, hogy őt szeretne mindenképpen orvostörténeti kutatásokban segíteni, és ő kapta ezt a feladatot, hogy próbáljon meg információt szerezni a szemüvésznek a boncolási jegyzőkönyvéről, és ő hát egy érdekes módon ő megszerezte ezeket a dokumentumokat, először megtudta, hogy megvannak, utána megzsarolt a levéltárat és a bécsi egyetemet, hogy amennyiben nem jut hozzá, akkor ő nyilvánosságra hozza, hogy ezt rejtegetik, és ezekből derül ki ez, amit elmondtam. Amit én hozzátennék, ami szerintem rendkívül fontos, és talán a nézőink sem tudják, vagy nem tapasztalták még, a szerencsésebbek, hogy a neurokognitív romlások azok egyébként mennyire ijesztőek. Tehát én egy picit megfognám arról az oldalról is, hogy azért vannak adataink arra, hogy valóban volt egy nagyon nagy mértékű romlás. Ez megjelent Semmelweisnek a pszichomotoros állapotában, a mozgásában, a beszédében, a mimikájában, tehát az egész izomtónusban szokott is ez egyébként látszani, és hogy azért ez akkoriban, és azért így a család részéről ez mennyire ijesztő állapot lehetett, hogy egy rendkívül aktív, egy zseni egyszer csak esetleg össze-vissza kezd el beszélni. És azért ezt így a mai orvostudomány már sokkal fejlettebb, és az emberek is sokkal jobban tájékozottak, és még így is a hozzátartozókon nagyon gyakran látjuk, hogy ez mennyire ijesztő, érzelmileg mennyire megterhelő látni a családtagunknak a hát, ha nem is feltétlenül fizikai leépülését, vagy a fizikum nagyon sok esetben akár a későbbiekben érkezik meg, vagy ennek a romlása. És hogy én azt gondolom, hogy a családnak erre volt egy nagyon komoly reakciója. Emellett pedig én azt is gondolom, hogy azért, hogyha egy családot megbélyegeznek valami miatt, legyen az bármekkora találmány, bármekkora felfedezés, és főleg, hogyha még esetleg a családtag nem is jártas abban a szakmában, akkor azért én el tudom képzelni, hogy egy elég komoly düh és igazságtalanságérzés is van a családtagokban. Tehát feltételezhető, hogy ez a családi rendszer szemléletben ez azért nagyon keményen megjelent, hogy végül is Semmelweis esetében a Döblingen a gyógyintézet tűnt a legjobb megoldásnak, az már természetesen egy másik kérdés, hogy hát nem lett jó megoldás, és nagyon méltatlan volt ez a környezet.
De hogy akkoriban azért felismerni ezt a nagyon komoly romlást, azt gondolom, hogy nagyon megterhelő lehetett az egész családnak. Igen, ez egy dráma, és ha már Széchenyit említettem az adás elején, akkor az is elképesztő, tényleg ugyanabban a templomban esküdt szemmelvesztés, és 20 éve korábban Széchenyi, és 5 év különbség ugyanabban az ideggyógyintézetben, rejtés körülmények között öngyilkos lett a legnagyobb magyar, és utána 5 évvel később így fejezi be földi pályafutását a legnagyobb magyar orvos. De ne ezzel fejezzük be az adást, hanem talán a dicsőséggel, mert ez egy dicsőséges történet, az utóélete mindenképpen szép. És a doktor úrtól azt kérdezném, hiszen utalt arra, hogy már a kortársak felfigyeltek Semmelweis zsenialitására és felfedezői művére, hogy mikor jött el a szakmai rehabilitáció igazából, 20-30 évvel később. Nyilván az ezredfordulón ott már tudjuk, hogy mi történik, azt is tudjuk, hogy a 20. században mi lett az emlékezete, de mikor jött el az első szakmai rehabilitáció? Hát a 19. század végén és a német szülőszorvosok voltak ebben, játszottak ebben nagyon fontos szerepet. Hegár nevű, szintén aki szülésznő, gyászű, minden nap találkozik az ő nevével, tehát a német szülészek voltak nagyon fontosak ebben a történetben. Érdekes módon Oroszországban is nagyon hamar elismerték az ő felfedezését. Amerikában, az Egyesült Államokban a Lancet, ugye az a mai napig egyik legrangosabb orvosi folyóirat, azt hiszem 1902-ben már egyértelműen Semmelweishez köti az aszepszist, tulajdonképpen egy szóval, hogyha össze lehet foglalni az ő felfedezését, ezt ma aszepszisnek mondanánk, fertőzéseknek a megelőzését, de a német szülészek voltak döntőek, és hát ahol legkevésbé, vagy legkésőbb történt az ő elfogadása, azok a francia orvostársadalom, vagy francia szülésztársadalom, kb. 20-30 évvel a halála után. Persze akkor már ismerték a baktériumokat, ugye Pasteur-nek a tevékenysége, Lister volt az, aki tulajdonképpen hát a Semmelweisnek a munkásságát kiegészítette, tehát ez egy más környezet volt, amit én még egyszer hangsúlyoznék, hogy ő körülbelül 30 évvel a baktériumok felfedezése előtt rájött arra, hogy hogyan is történik a fertőzés, és majdnem 100 évvel az antibiotikumok felfedezése előtt. Hát ő a leghíresebb magyar orvos, róla van elnevezve a magyar orvostudománynak a fellegvára az egyetem, és csak annyi lenne a kérdésem zárásul mindkettőjük, az doktor úr azt talán az, hogy Semmelweis a 21. század elejére elfoglalta a méltó helyét, a megítélése a helyén van a magyar orvostudomány történetében? Igen, azt gondolom, hogy igen. Még csak annyi egy gondolat, hogy Chicagóban ott ki van állítva a világ 10 általuk legjelentősebbnek ítélt orvosa, és ott is ott van a Semmelweisnek a szobra, tehát őt világszerte azért maximálisan elismerik a munkásságát. Melinda, az pedig az lenne, és az egész adásnak az záró kérdése, hogy pszichológus szemmel ez a kemény emberi sors és kemény szakmai sors, ez milyen tanulságokkal szolgál a pszichológus számára? Alapvetően azt gondolom, hogy a legfőbb tanulság az, hogy a stresszel meg lehet küzdeni. Tehát, hogyha vannak megfelelő erőforrások, amelyeket lehet mozgósítani, akkor ezekkel képesek vagyunk megküzdeni, és hogy ezeket akár negatív érzéseket, mint például a szorongást, azt akár tudjuk egy teljesítmény irányába mozgósítani, és hogyha ez még kitartással is párosul, akkor akár maradandót lehet ebben alkotni, és egyébként csak egyetlen mondat erejéig térnék ehhez a kérdéshez vissza, hogy milyen jó az, hogy most már a neve is rehabilitálásra került, mert hogy ezt talán kevesen tudják, hogy a család még nevet is változtatott a megbélyegzés és az őket érő erőszak miatt, és Semmelweis Ignác unokája az, aki végül is a nevet visszaveszti, és az is rehabilitálásra került. Úgyhogy azt gondolom, hogy most már méltó helyen van az ő neve. Jól cseng a neve. Jól cseng már a neve, hála Istennek, és köszönöm szépen, hogy ezt így 40-45 perc alatt össze tudtuk foglalni a Melinda és Demeter Attila szülésznő, úgyhogy ezt köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a kedves közönségnek is, akik itt élőben követték a beszélgetést, és önöknek is adta képernyőkamera másik oldalán. Ez volt a Lélek és Élet sorozatunk harmadik adása, egy hónap múlva a negyedikkel jövünk. Viszont látásra, viszont hallásra.